Sziasztok! Tavasz van, komolyan tavasz van, nagyon-nagyon durván jó az idő. Arra gondoltam, hogy akkor az év utolsó napját zárnám egy ilyen kocsi vloggal, amiben elmondom a véleményem dolgokról. Szerintem ez a legigénytelenebb videó stílusom, amiket csináltam, viszont mindegyiknek nagyon a nézettsége. Lehet, hogyha ugyanezeket a videókat mondjuk jobb minőségben csinálnám meg, akkor még nagyobb lenne a nézettsége, meg az is lehet, hogy tehát a téma miatt nagy, meg az is lehet, hogy ha hülyeségeket mondanék, vagy teljesen másolni kocsi vlogban, nem lenne nézettsége. Nem tudom, sose derül ki, de akkor ja, most sipol, hogy elfogyott az ablakmosó folyadék. Na, a mai témám az lenne, hogy elmondanám, mi a véleményem a Galla Miklós karinti gyűrű ügyről. Aki esetleg nem tudná, annak gyorsan összefoglalom. Az történt, hogy a Galla Miklósnak levették az ujjáról a méretet, hogy ő kapja a karinti gyűrűt, az azt hiszem tavaly valamikor, tavasszal vagy nem tudom. Aztán bejelentették, hogy mégse ő kapja a karinti gyűrűt, nyugodtan gyere, menni kutyával vagy úgy, hogy mennyi. Kutya meg megy minden irányba. Az ebben az arra van. Ja, hát nem érdekli. Na, szóval az történt, hogy ugye megérték neki a karinti gyűrűt, aztán nem kapta meg azért, mert hogy ő valamilyen előadásán vetkőzött, és még a bört is hátrahúzta a kukolójáról. Van ilyen szó, hogy kukoló? Na mindegy, szóval a pömpölőjét megmutatta, és emiatt nem kapta meg a karinti gyűrűt. Aztán ő összeesküvő, és emiatt a háttérben bármi ilyet, hogy valószínűleg politikai megfontásban nem kapja meg a gyűrűt, amit nem tudom, hogy miért, és sem fogom megtudni, hogy miért nem kapta meg, de végül nem kapta meg. Aztán neki állt akkor problémázni, akkor ő követelte a gyűrűt, mindenkinek írt, mindenhova, a legfelsőbb körülben nem kapta meg a gyűrűt, aztán megkapta a Lár András. És a Lár András meg azt mondta, hogy örül a gyűrűnek, de ha a Galla Miklósnak ennyire kell, akkor felvárta a hordják, és akkor odaadja neki ilyen havonta, két havonta hordhatja egy gyűrűt. Mondta a Galla Miklós, hogy nem ő neki kell a gyűrű, az csak az övé, az kell neki. Drágaság, ugye? És akkor erre mondta a Lár András, jó, akkor legyen, és odaadta neki. Tehát ennyi dióhéjban a sztori. És aztán olvastam kommenteket, és akkor csomóan mondták, hogy ez biztos, hogy csak meg lett rendezve, és hogy ezzel akarták megmutatni a mai társadalmat, és blablabla, bla, bla. Hülyeség. Szerintem ez ennyire nem lett megrendezve, ugyanis az apró jelenetek, az apró részleteket, ha összerakod, akkor látszik, hogy a Galla Miklós valóban követelte magának, és valóban akarta azt a gyűrűt, és a Lár András viszont valóban belefáradt ebbe az egész Herceg utcába, és azt a jó van, akkor legyen a tiéd, okos, enged, szamár, szenved alapon. Ugye oda is tett az idézetet, hogy egy bizonyos szint fölött az ember, nem egy bizonyos szint alá. Ugye ezt az idézet, és nagyon találó, és sokan ezt nehezményezték, ezt az idézetet, ugyanis ez nem támasztja alá azt, hogy ez meg volt játszva, és hogy ez egy humor, egy ilyen angol humor lett volna az egész. Ugyanis ha az lett volna, akkor az utolsó pillanatban lebuktatja magát, vagy bármi olyat csinál a Galla Miklós, amiből kiderül, hogy igazából ez csak egy móka, és nyissátok ki a szemeteket, hogy igazából mi föl szeretnénk hívni a figyelmet valamire. De nem, hanem ha móka, akkor nagyon rossz, akkor nagyon túl van tolva, akkor borzasztóan túltolt, és fölöslegesen szar. Gyanítom, hogy nem móka. Lár András ugyanis azt tudhatjuk, hogy ő buddhista, és amúgy ezt tudjátok, hogy nem buddhistának értem, buddhistának? Csak ugye, tehát hivatalosan az elvileg buddhista. Én ezt tanultam középiskolában, magyar fakultáción, hogy az buddhista. Csak hát magyarul hülyén hangzana, ezért mi magyar a buddhistának ejtjük. Kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg így van, mert soha nem néztem utána. Én a tanáromnak elhittem, azt mondta a tanár, hogy ez igazából buddhista lenne. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy jól tudom-e, jót mondott-e a tanárom, vagy átvert. És na mindegy, szóval ez a lényeg, hogy ő akkor most elhittem úgy, ahogy magyarok elhittik, hogy buddhista. És ott viszont ugye nem ragaszkodunk tárgyakhoz, mármint nem én, mert én nem vagyok buddhista, de a buddhisták nem ragaszkodnak tárgyakhoz, hanem azokat elengedik. És Lár András elengedte. És ez mondjuk egy nagyon-nagyon szép dolog, szép gesztus, és az történt pár hónappal ezelőtt, ez egy másik sztori, de mindjárt összerakjátok a dolgot, hogy egy volt barátnőm, elmesélte, hogy kigyulladt a lakásuk, és olyan szinten az ablakon kellett a kisgyerekkel kimenekülni, szerencsére a szomszéd hozott létrát, ki tudtak menekülni, különben valószínű, hogy ugrania kellett volna, és mondta, hogy úgy ugrott volna, a gyereket mentse, ő valószínű ott halt volna, meg hogy nyomorék lenne, de szerencsére a szomszéd pont tudott létrát hozni. Hello! Kolléganőm! Na mindegy. És pont tudott létrát hozni,
és megmentette őket. És csak ő maradt, mert ők ketten maradtak meg, a telefon, amin hívta a tűzoltóságot, meg a bugyi, ami rajta volt, meg a póló, és ennyi, mert éjjel aludt. Szóval ennyi maradt meg, mindene elégedve, nagybetűvel mindene, azt mondta az összes zokniától kezdve a laptopon át, a gyerekkorából gyűjtött összes minden könyvei, mindene. Most képzeljétek el, körbenéztek a lakásodba, és semmi, az égvilágon semmi, csak ami rajtadok van, meg a telefon, ennyi marad meg. És ugye nem is ami rajtok van, mire aludt, tehát én egy alsógatyában szoktam aludni, tehát egy alsógatya meg egy telefon lenne, semmi másom. Meg a napszöveg, mert azt a kocsiba hagyom. De a kocsi kulcsom se lenne meg, mert az is ott égne el, tehát nem tudnék a kocsiba se bejutni. Szóval ez elég, hogy mindened elég. Szóval ez, és mondta, hogy onnantól kezdve átéteket az életét. Előtte nagyon ragaszkodott tárgyakhoz, ugye most már 30 fölött van, mindjárt 40, és most kell elkezdenie újra mindent előről gyűjteni. Tehát igazából ez a tárgyakhoz való ragaszkodás, ezt el kell engedni, mert tényleg jön egy tűz, és hopp, és minden tárgyad eltűnt. Mindened, amihez olyan szinten ragaszkodtál, tehát Galla Miklós is, ha nem a gyűrűbe aludna, akkor az ott égne benne a házban egy ilyen szituban. Tehát itt én maximálisan a Lár Andrásnak adok igazat, hogy nem szabad egy tárgyhoz ragaszkodni. Pláne nem így, ahogy a Galla Miklós teszi. Úgyhogy én, hát ha véleményemre lenne bárki kíváncsi, akkor elmondom, hogy én a Galla Miklóst kicsit ilyen szánalmasnak tartom ebből a szempontból. Amúgy nagyon szerettem a humorát, nagyon szerettem, amit művelt. Az utóbbi időben már nem tartom humorosnak a dolgait, tehát az amiket kirak képeket a Facebookra, és lehet, hogy ez a humornak egy szelete, de engem az a humor az úgy elkerült. Tehát én azt nem tartom egyáltalán humorosnak. Viszont azt, hogy ő ennyire ragaszkodik egy tárgyhoz, ami ráadásul nem is az övé. Tehát azzal, hogy a gyűrű ott van nála, az nem az ő gyűrűje. Azt nem ő kapta, úgyhogy ezt én butaságnak tartom. Viszont a Lár Andrásban meg nem az, hogy pozitívan csalódtam, hanem a Lár András azt tette, amit a Lár András mindig is tanított. Tehát a Lár András magát köpte volna szembe, ha azt mondja, hogy figyelj Miklós, nem adom oda a gyűrűt. Akkor a saját mondatait, a saját tanításait köpte volna szembe, mert ő nem ragaszkodik tárgyakhoz elvileg. Tehát, hogy nem tudom, annyira nem követem az előadásait, de szokott beszélni a buddhizmusról, és szerintem nincs meg benne, bocsi, hogy pont szemetekbe sütöm, nincs meg ez a tárgyakhoz való ragaszkodás. Tehát ezt bebizonyította, és szeretem azt, amikor valaki valamit tanít, valami szerint él, és azt szerint is cselekszik. Tudjátok, mint amikor a gyereket, mondjuk a gyereknek, hogy ne azt csináld, amit én, hanem amit mondtam. Ez így hülyeség. Tehát az ember általában jó példával járjon elő. Tehát én is azért a gyerekeimtől elvárom, hogy azt csinálják, amit mondok nekik, de közben, ha én nem azt csinálom, akkor hogyan támasztom alá, hogy az jó, az én sem. Tehát, és itt én a Lár Andrásban ezt véltem felfedezni, hogy ő azt mondta, hogy jó, akkor legyen a tied, ha te annyira ragaszkodsz hozzá, én nem. Én nagyon tisztelem Karintit, nagyon köszönöm, hogy a Karinti gyűrűt kaptam, meglepődtem a Karinti gyűrűn. Nekem Karinti egy példakép, de ha te ennyire szeretnéd, akkor tessék. És ez egy olyan gesztus, ez egy olyan szép dolog, hogy az lett volna az igazán az, pont az íre, ha azt mondja a Galla Miklós, hogy köszönöm, elmentünk idáig, köszönöm, hogy felajánlottad, nagyon köszönöm, hogy elhoztad, de igazából ennyi elég is nekem, nem kell a gyűrű. De ehelyett a Galla Miklós kirakta mindenhova, hogy a gyűrű megvan, és megérdemelt a gyűrűt, és ez nekem annyira gyerekes, nekem annyira, hát szánalmas, ne haragudjatok, és lehet, hogy ezzel most kicsapom biztosíték a sok embernél, nálam szánalmas ez a fajta ragaszkodás. És ezt így nem lehet. Tehát nem tudom, hogy mire. Tehát kíváncsi vagyok egy pszichológus véleményére, mert én hiába tanultam pszichológiát, nem vagyok gyakorló pszichológus, köszönöm szépen, hogy elenged. Bár neked lett volna elsőségedben, jó fej vagy. Tehát tanultam pszichológiát, de nem vagyok gyakorló pszichológus, fogalmam sincs, hogy mi lehet a háttérben. Tehát, hogy miért van az, hogy ennyire brutális módon, és jogosnak érzi, tehát ő úgy érzi, hogy ez a gyűrű az őt illeti, mert egyszer neki megígérték. És onnantól ugye elvették, és hát sajnos, aki felnőtt, az tudja, hogy hiába ígérik meg neked, az ez olyan, mint amit a munkahelyen a szabadság, hogy azt mondta a kollégám, amíg nem múlt időben beszélünk róla, addig nincs a szabadságod. Tehát addig ne is remélj, hogy megkapod. Tehát addig, amíg nem tudod mondani, jó, Szabin voltam, addig az csak egy
az csak egy hitegetés, hogy majd talán kapsz szabadságot. A kíváncsiak közben akartam olyan felvételeket csinálni is, hogy a kocsiból nézünk kifelé, hát nem tudom, hogy ezek sikerültek el. Na, úgyhogy igazából csak ennyit szerettem volna nektek elmondani a véleményemet arról, hogy én az egész sztoriban a Lár Andrásnak a nagyságát látom, azt, hogy a Lár András ő aszerint élt, amit vagy aszerint cselekedett, ami szerint ér, és le tudott mondani egy tárgyról. Akár lehet, hogy azért mondott le, mert hogy a barátja miatt, bár nem hiszem, hogy olyan jó viszony lenne még mindig közöttük, mert azt írta, hogy nagyon nehezen sikerült telefonon elérni. Most a barátomat azért könnyen elérem telefonon, szóval szerintem ők valaha lehet, hogy barátok voltak, munkatársak, nem tudom milyen viszonyuk volt, de most szerintem már biztos, hogy nem barátok. És vagy hát úgy barátok, hogy jaj, tényleg régen barátok voltunk, és nincs köztünk harag, nincs köztünk semmi probléma, de nem járunk össze, nem beszélgetünk úgy. Tehát lehet, hogy ezért mondott le, nem tudom. Nem is érdekel ez a része, nem is rám tartozik ez a része, hogy ő miért tett, amit tett, de szerintem nagyon, nagyon szép volt, amit tett, és ő nagyságát mutatja, és az én szememben, ha lehet, akkor ő még nőtt. És számomra egy hiteles figura, ő az, aki eddig még nem rombolta le azt, amit gyerekkorom óta fölépített magáról. A Galla, ő igen, ő lerombolta. Tehát gyerekkoromban ő is ott volt a humorista példaképek között, ahol a Dolák Sali meg a Lár, a Dolák Sali is még mindig önazonos számomra. Ugyanabban a suliban járt, ahova én, és a bátyám kedvenc tanára miatt hagyta ott a sulit, a Kobzos volt a bátyám kedvenc tanára, a Dolák Salinak meg az ős ellensége, tehát amiatt nem érettségizett soha abban az iskolában, ahova én jártam. Én ott érettségiztem, viszont Pesten. De a lényeg az, hogy ő nekem még önazonos, a Lár önazonos, a Galla már nem. Mert ő nem ilyen volt. Vagy lehet, hogy ilyen volt, csak nem láttuk, hogy ilyen. Ha ilyen volt mindig is, és mindig is ez a makacs kisgyerek volt, akkor önazonos maradt, csak nem szimpatikus. Tehát akkor hozza azt, amit mutat magáról, csak nekem ez nem tetszik. Na, ennyi a véleményem erről az egészről. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Akkor azt mondom, hogy boldog új évet, bár lehet ezt a videót már nem is szilveszterkor néztek. Mert minden évben forgatok szilvesztert, úgyhogy most idén erre gondoltam, hogy idén egy ilyen kocsi plusz séta valók. Na, szevasztok! És nem volt főcím, nem is lesz. Vége főcím az lesz. Az most, itt, most. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni. Most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál, ded, a megfelelni akarás. Csak ma szemem párom, a kezem indul a szaladás. Ma szabad ezek, nevet kérek, mint egy kisgyerek. Hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kere.